Sziasztok! A pizzás kalandunk után most egy kicsit kaszinózni fogunk. Ez más, ez nem más, mint a Casino Island Simulator lesz, és még nem jelent meg a játék, úgyhogy viszonylag sok mindent fognak betenni. Jobb oldalt látszik is a What's Next menüpont alatt, hogy még miket fognak betenni, például házvásárlást, meg online kaszinó, meg maffiát, meg lehet rakni security-t. Úgyhogy úgy néz ki, hogy még viszonylag sok mindent fognak betenni a játékba. Úgyhogy nem tudom, miért van Continue menüpont, mert még nem játszottam a játékkal. Úgyhogy csináljunk egy New Game-et. És nézzük meg, hogy működik maga a játék. A képek alapján azért ez már... Igen, most csináljunk egy kicsi kaszinót, az, az volt a lényeg. Tehát a képek alapján azért már látható, hogy ez nem egy hűde nagy... grafikával rendelkező játék lesz, mint hogy a legtöbb hasonló szimulátor játék, viszont annak örülök, hogy itt a sprint az a tényleges sprint, és nem pedig 40 év, mire átmegyünk egyik helyről a másikra, és nem valami kis lepukkant gépünk van, ahogy nézem. Meg nem külön gombokkal kell interaktálni, hanem lehet kattintással is. Closed, nem lehet megnyitni. Ask, igen, pick up the box. Aha, itt a boxokban jön a cucc. Jó, és gondolom ki kell akkor ott csomagolni. Igen, G-vel placeljük le. Hát, hol placeljük le? Placeljük le ebbe a sarokba. Vagy ebbe a sarokba? Ebbe, legyen ebbe a sarokba. Oké, kapacitást kell növeljünk, hogy minél több embert tudjunk foglalkoztatni majd itt belül, hát ez érthető. És most, hogy már megvan az első gépünk, úgy néz ki, hogy ki is nyithatunk. Várja az érdeklődőket. Aha, és akkor itt tudunk zsetonokat adni, hogyha majd jönnek az emberek, hát ez mi, ez egy kutya? Hát ott átsétel egy kutya, ott van itt egy homeless. Anything helps. Jó, akkor tessék, itt van 20 dollár, igazából nem akartam senkivel interaktálni. Kutyát akartam megnézni, de lehúztak 20 dollárral, úgyhogy hopp, van egy érdeklődő. Igen. Take the payment. 115-öt kell adjunk, tehát 110 és 5. Aha, jó. Ennek a az interakciója kicsit fura. Hát, nyertek. Igen, na már most adtunk neki 115 dollárért. Hát ilyen nincs. 115 dollárért adtunk neki zsetont, és eddig már 300 dollár profitban van. Úgyhogy ha a zsetonokat el akarja vinni... Zsír, el is eszített mindent. Persze, gyere másikhoz. Igen. 103, tehát 100, 1, 2, ja, és akkor eszket kell nyomjunk ilyenkor, hogy ki tudjunk lépni itt az interakcióból. Kicsit olyan szürkés egyébként a színvilág, ilyen zavaró. Maga nagyon az elsimítással gondok vannak, tehát hogyha messzire nézünk. Itt a következő customer. Ha csináljuk az objektívet, akkor kapunk pénzt, ami egy kicsit lelombozóbb a szempontból, hogy nem valódi növekedésünk van.
Igen. 115-öt kaptunk megint csak. 110 és 5. Az előző az a tutoriál volt. Most 600 dollárunk van. Fel kéne tolni ugye megint egy ezresig, hogy már két ember tudjon játszani nálunk. Az lenne az előrelépés igazából. És hát ugye kell legyen valami pufferünk, hogyha nem tudjuk kifizetni az embereket, akkor gondolom, hogy csődbe megyünk. Ő pedig már majdnem az egész pénzét elköltötte itt nálunk. Erre pedig sikerül visszanyerni, hát ilyen nincs. Igen, most nem igazán tudunk mit csinálni, hiszen nincsen nagyon mit ide vásároljunk szerintem. Ez a legkisebb, ugye? Itt már 5000, roulette 12000, póker, bár, stb. Tehát ezerért tudjuk a legolcsóbbat megvenni. Hopp, el akar menni. 63. 61, 2, köszönöm. Na, most kaptunk 2500-at azért, mert megcsináltuk igazából ezt a feladatot. Úgyhogy igazából amit lehetne csinálni, 2500-ból veszünk két gépet. Akkor már három lenne a kapacitásunk. Tehát egyszerre három ember tudna játszani. Jó, amíg ő beslattyog. Olyan mozgása, mint ami a GTA Vice City-ben volt látható. Bizonyos karaktereknél, addig le is rakunk még két gépet, hogy három legyen. Igen, mennyit adsz? 110. 100 és 10. Jó. Jön a következő ember. Jó, és akkor így már három gép lesz, ahol tudnak játszani. Tehát... kicsit jobban fog pörögni a biznisz. 105, egy 100-os, meg egy 5-öst kapsz, akkor... Oké, hát jön még egy ember, mindjárt elnevezhetjük majd a kaszinónkat, amint ő is ide slattyog. 135, 100... 25, 135. Nagyon jó. Oké. Na. Az admin felületen át tudjuk elvileg nevezni a kaszinónkat. Igen, és akkor tudunk elvileg nevet is színezni. Font size-t tudunk növelni, de igazából ez nem egy font size, hanem igazából egy... azt tudjuk megcsinálni, mennyire legyen kövér, vagy nem kövér. Jó, egyelőre jó lesz így, aztán majd későbbiekben át lehet alakítani. Most éppen ki kell fizessük az embert. 63. Na. Igen, az az előző volt, 79. 75, 1, 2, 3, 4. Kösz, következő. 14. Jó, azt már szeretem. 1, 2, 3, 4. Ő is jön, nagyon jó, pörög a biznisz. Igazából ami a fontos, hogy minél több pénzt adjak itt, mármint egy zsetont, minél több értékben adjak, és lehetőleg minél kevesebbel távozzanak a vendégek. $80 kéne adjak. Jó, neked mennyiért kéne adjak? 95-ért. Jó. Neked mennyiért kéne? 130-ért. Nagyon jó. Na nézzük, mennyire van szerencséjük.
és jelenleg van egy ezresünk, úgyhogy ha 1500-ig el tudunk menni, az már azt jelenteni, hogy tudunk egy újabb gépet venni, mert egy ilyen 500 dollárnyi puffer azért a három gépre nem lenne rossz. Hogyha valaki megduplázza a pénzét, akkor tudjunk miből adni. Így is van. Gondolom, mindjárt jön a következő emberke. Igen, jön is. $47. Igen, értem én, hogy várnak, hát várjon. Így is van. Jó van, hát pörög a biznisz, most 800-unk van bent. Ja, bocs. Az előző emberét néztem. Á, nem lehet a következő napba átlépni, amíg van benne customer, mert is ő az utolsó pillanatban jött be. Tehát meg kell várjuk, amíg ő még itt játszik. Remélhetőleg hamar elveszíti az összes pénzét, és akkor haladhatunk tovább, hogy teljen az idő. De egyelőre úgy néz ki, hogy le fog minket húzni. Hogy is van. Igen, itt pont fordítva kell gondolkodjunk, hogy ha mínuszt látunk, az nekünk a jó. Szerintem remélhetőleg elveszített mindent. Kérdés, hogy hogy van leprogramozva egyébként a játék, hogy alapvetően addig tart-e, amíg mínuszosak lesznek, vagy teljesen randomizálva van. 85-ért kéne adjunk. Jó, szevasz haver. És akkor next day-be átmegyünk. Na és akkor van egy összesítés. Total profit mínusz 661. Ez annak betudható, hogy vettünk gépeket igazából. Tehát nem feltétlenül jelent rosszat. Térrendőr. Ott pedig hajók mászkálnak a háttérben. Na, nézzük meg, hogy mi az, amit lehetne itt venni. A dekor. Floor, wall, igen. Van management. Tudunk felvenni cashier, security-t, hostess-eket, meg managert. Viszont ehhez kaszinó levelnek az emelése kell. Ami nekünk nem túl jó, igazából mire nekünk szükségünk lehetne, nem ez, egy bárt lerakhatnánk, hogyha hármas szintig elérünk, mert ott is tudnak az emberek pénzt költeni, á, ki kellett nyissunk, elfelejtettem kinyitni. Tehát, hogyha rakunk egy bárt, ott az emberek tudnak költeni, ráadásul ott nem tudnak pénzt visszanyerni, mint a gépeknél, tehát ha elég nagy a forgalmunk, akkor igazából az egy fix bevételi forrás, hogyha legalább annyit tudunk vele keresni, mint amennyibe kerül a bárpultosnak a fizetése. Tehát nagyjából ezt kéne elérni, hogy
azt fedezve. Százas, tessék. Következő mi kell? 75 ér. Csak. Oké. Okay. Szevasz. Következő 120 ért. Oké. Okay. Szevasz. Jó. Tehát a bárpult a 3-as szintnél lenne az egyik legjobb, amit mi megtehetünk, hogy lerakunk. Ezt valahogy de középre így be is lehet csapni. És akkor az emberek itt költik a pénzt, és hogyha valaki túl sokat nyer, akkor még a bárba el tudja költeni, nehogy pluszosan távozzon. Vagy, hogyha pluszosan távozik, akkor is minél kevesebb legyen az a plusz. Igazából ez lenne a cél. Igen, 64. Kösz. Igen, a kapacitást kéne megnövelni, hogy minél jobban pörögjön a biznisz. Ó, ő elvesztett mindent. Hát ez remek. Ez biztos volt, hogy 100 dollár ott a nyeremény. 3 ért. Kösz. Kösz, hogy fizettek nálunk. Jó, és akkor vele gyűlik majd ki az objektív. Ha minden igaz, mert ő lesz majd a 10. checkout. 75 ér. Jó, 2-es szintre át is léptünk. Az azt jelenti, hogy akkor egy 13 ember kellett, hogyha jól számolok, 12-13 ember. Attól függ, hogy a tutoriálos emberkét hova számítja. Úgy szépen beslattyog. 115 ér. Rendben. Jó, tehát akkor megint fullon vagyunk. 1300 dollárunk van bent. És kellenének még új gépek minél hamarabb, hogy kicsit pörögjön a biznisz, mert ugye éjfélig megy. És 100 dolláronként sem fogunk túl gyorsan haladni. Még akkor is, hogy mindig mindent elveszítenek. Na, az ilyeneket szeretjük. Bejön sok pénzzel és kevéssel távozik. Egy Royal Gem slot machine-t kéne vegyünk, és akkor kapnánk pénzt. A Royal Gem az 1500-ba kerül. Úgyhogy 61. Jó, tehát ő is elvitt, bukta a felét. 1500-ba kerül, úgyhogy még azért kell odáig. Igen, 85 ér. Jó. Nem tudom, hogy el tud-e fogyni a zseton, vagy ez újra töltődik. 90. Kösz. Száz hatvan ért, na. Így is van. Jó, még jöhetne egy ember. És jön is, tök jó. Akkor már meg lehetne az 1500, és akkor, ha azt lerakjuk, akkor kapunk 5000-es rewardot, ami azért is jó, mert akkor lesz pufferünk megint. Ez 80. Jó. Kösz. Jó, akkor most megyek és meg is veszem. Shop és a Royal Gemből kéne venni. És meg is kaptuk az 5000-et, tök jó. És itt a kasszánál kicsit várni fognak.
Ezzel a kapacitás is növeltük, nem csak a 40-60. Így. Tehát ezzel a kapacitás is növeltük, nem csak az 5000 dollárral vagyunk beljebb, ugye ezért ez fontos. De igazából vettünk még kettő ilyet, meg egy Fiestát, és még akkor is marad egy ezresünk. És akkor így már pörögni fog a biznisz. Jó. 84. Jó, kösz. Következő 120. Kösz. Jó, be kéne őket engedni, hogy költsék a pénzüket. 125 érzett, teljesen jó. Az ilyen vendéget szeretjük, sok pénzt ad. Tíves. Oké. Okay. Hopp, már jönnek folyamatosan. Ajaj, mindjárt beesek itt a dobozzal a vízbe, aztán nézhetek. Igen, és lassabb fel is lehetne venni embert. Hogy jobban pörögjön a biznisz. Jó. És akkor még ezt a dobozt ide be tudjuk tenni. Tök király. Go to the bar and buy a beer. Hát, nincsen bár. Nem tudom, milyen bárról beszélünk, ugyebár. 138. 108. Oké. 11. Ó, hát ez nagyon jó. 145. Így is van. Oké. Okay. Igen, tök jól mutatja, hogy menjünk a bárba és vegyünk egy sört, de hol van a bár? Arra a bárra gondol? Ugye. Nem tudunk még a bárba menni, mert itt egy csomó ember. Dolgozni kell. Nem lehet sörözgetni. Igen, most van midnight, tehát mostantól újabb emberek már nem tudnak bejönni. Úgyhogy elvileg ez az ember az utolsó. Nem, még nem. Akkor ezek szerint az az utolsó, akit ő legenerál utolsónak, nem pedig aki bejön utolsónak. Lehetséges. Kettő, hát remélem, hogy kevesebben jöttél be. Most van 2100-unk. Jó, hát itt a kasszában már megvárhatjuk igazából a végét ennek a napnak. Hiszen zárva vagyunk. Már csak annyi kell, hogy mindenki elhagyja a helyet. Az objektíveket akkor azok szerint azért érdemes csinálni, mert időnként pénzt is ad. Még akár az is lehet, hogy XP-t ad, vagy nem tudom mennyi, a reputation pontokat. 74. Úgy. Jó, következő. 13, hát ez nagyon jó.
84, ez kevésbé jó. Na, nem működnek a gépek. 39. Jó. Na, akkor úgy néz ki, hogy kapacitásunk ez megvolt. Be kéne menni a bárba ezek szerint és venni egy sört. Mint ahogy írja a feladat. Micsoda izé van itt. Speak. $5 egy sör. Kösz. Hát ezt meg is ittuk. Kicsit érződik a hatása. És átmegyünk a kavinabba. Jó. Profit $846 volt. Jó, én azt mondom, hogy most fejezzük be ezt a videót itt, és lesz még egy videó, és akkor megnézzük, hogy hova lehet akkor kifutatni ezt az egészet. Úgyhogy köszönöm, hogy eddig megnéztétek ezt a videót, és akkor nem sokára találkozunk a folytatásban. Addig is, sziasztok!